A szaruhártyát mindig donoroktól kapják a Cornea bankok. Ezek a bankok teljesen európai eljárás szerint dolgoznak. Itt alapos vizsgálatnak teszik ki a szaruhártyákat, mondta Csutak Adrienne, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ szemészeti klinika igazgatója. A professzorasszony hozzátette, azt is pontosan tudják, hogy a szaruhártya hátulsó sejtrétege mennyi sejtszámot tartalmaz egy adott négyzetméterre vonatkozóan, hiszen ezek határozzák meg, hogy a beültetett szaruhártya életképes marad-e, átlátszó marad-e. Azt tudjuk ugye, hogy a szaruhártyának a legfontosabb feladata az az, hogy biztosítsa a védelmét a szemnek, a fény megfelelő áthatolását, hogy ez az éleslátás helyén tudjon egyesülni, és ezáltal éleslátást biztosítani a paciensek számára. Ha a szaruhártya bármilyen ok miatt, akár trauma, akár betegség, akár genetikus okok miatt elszürkül, akkor nyilván ennek a szaruhártyának a cseréjére van szükség, hiszen egyébként a látásélesség csökken, vagy akár teljesen el is veszhet a látásélesség. Magyarországon körülbelül 500 és 700 közé tehető az átültetendő szaruhártyáknak a száma, nyilván ez nagyon sok külső tényezőtől is függ, de a terv az az, hogy országosan ezt egy olyan éves 1000 számra tudjuk majd növelni, ezért is volt nagyon fontos, hogy egy újabb szaruhártyabank nyílhasson meg Magyarországon. Cornea bank megvalósítása évek óta dédelgetett álma volt a klinikának. A Covid azonban lelassította ezt a folyamatot, fogalmazott Sebestyén Andor, a PTE klinikai központ elnöke a Cornea bank átadó ünnepségén. Ennek a jelentősége főként a régió lakosainál, vagy azon kívül bármely állampolgár számára, akik olyan betegségben szenvednek, olyan sérülésben szenvednek, ahol a szaruhártya megsérül, és szükség van a megfelelő minőségű szaruhártya átültetésre, transzplantációra, és az nem áll rendelkezésre, az úgy automatikusan nincs, azt valahol elő kell állítani, valahol tárolni kell, megfelelő minőségbe őrizni kell, és alkalmassá tenni arra, hogy az beültethető legyen valahova. Na, ez biztosítja ez a bank, amit mi esetünkben kialakításra került. Ebből sok nincs az országban, de ahol létezik, ott egy biztos háttér, egy beteg biztonsági faktor kerül előtérbe, hogy a szükséges mértékbe, minőségbe rendelkezésre áll azok számára, akik ilyen betegségben szenvednek. Az esemény mérföldkő a közel 1 millió lakost kiszolgáló dél-dunántúli régió és az ország egészségügyi ellátásában. Ezzel jelentősen csökkenhet a szaruhártya transzplantációra váró betegek várakozási ideje. Miseta Attila, az egyetem rektora köszönetet mondott az egyetem dolgozóinak és a klinikai központ vezetésének a Cornea bank létrehozása miatt. A beruházás önerőből valósult meg, 25 millió forint értékben, de ennek eszmei értéke ennél sokkal nagyobb.